Csekkoljátok le az MC Shopon az Zondás termékeket. Link a leírásban. Hát sziasztok, én Zond vagyok, és itt van velem. Mondom, itt van velem. Ahó. Ilyenkor azt kéne mondanod, tudod, hogy Baluka! Szóval sziasztok, én Zond vagyok, és itt van velem Baluka! Na mi van? Ja, még a sokkodás alatt voltam. Na, jó, mert... Szóval sziasztok... De ne rögtessél már! Szóval sziasztok, én Zonda vagyok, és itt van velem negyedjére is Baluka! Sziasztok! És el is érkeztük egy újabb Scrapmanic videóhoz, ami már jól indul. És bocsánat, hogy belemágok a szabadba, mert én se tudok semmit, mert Zonda azt mondta, mert mit fogunk ma építeni? Majd megtudod! Ebben a videóban egy kocsit fogunk építeni bizonyos szabályok szerint. Használhatsz bármilyen alkatrészt, két dolgot kivéve, thrustereket és bármiféle motort. Ímare! Ilyet még soha nem csináltunk. Baluka voltam. Sziasztok. Ja, és most ki is lépett. Felkészültél? Felkészültem, 3, hogy neki 2, 1. Indul. Csapassuk neki. 40 perc. De amúgy meglepődtél, nem? Erre nem számítottál, hogy ilyen... Nem, nagyon ez nem. Eszembe jutott egyszer is, így mondom, na ezt egyszer meg kell valósítani Balukával együtt. Ez egy szuper ötlet amúgy. Nagyon jó ötlet. Ha ezt a hangot hallod, akkor mi jut eszedbe? Ez is egy ötlet. Ez is egy ötlet. Azért sokféleképpen ki meg lehet ezt valósítani, szóval igen. Nem lesz annyira. Nem is annyira nehéz, nem kell megijedni. Igen, csak először fura azért nagyon. Te! Mi lenne, hogyha kereket se tenne szabad használni? Kereket sem. Na? Nem, kereket se. Az se. Big wheel-t meg a small wheel-t se lehessen használni? Semmit. Semmi kereket. Nem lehet kerék. Oké, okay, benne ez. Vagyok. Pontosan, viszont pontosan. Egyből támad is egy új ötletem, hogy akkor mit lehetne csinálni. Na, hogy ugyanaz legyen. Ez nagyon jó, hallod, ez nagyon jó. Bocsánat, széket lehet használni, nem? Azt már lehessen használni, azért fürdőkádból nem lehet vezetni. Lehet, hogy a pisztoly nem is fog kelleni. Te pisztolynál csináld, nem azt mondtad, vagy mit mondtad? Nem mondtam azt, csak azt mondom másképp. Na ne énekeljél, mert letiltják a videó Super Mario izé miatt. És még szinte pontosan visszaadom a Super Mario-nak a hangeffektjeit. Jaj, nem már is, erre elrotottam valamit. Megérdemelted. Amiért nem szóltál. Amiért nem szóltál. Kölyök, vigyázz a szádra. De figyelj, ha az enyém lényegesen jobb lesz, akkor mondjuk azt, hogy ez egy nubbér. Benne vagy, jó ötlet. Hatékonyságot nézzük majd azért. Persze. És bocsánat, a spadgunokat melyik bekötöm bele a háromból? Az egyik endesbe. Jó. Amúgy amelyikbe akarod, csak úgy a praktikusabb. Tiéd milyen lesz, VOSD-s? Igen. Jó, az enyém is. Tesó, hát ez már ilyen szinten ez alap. Bocs, most kicsit tüzelni fogok. Mi vagy, te kutya? Igen. Vagy macska? Vele, bocs tesó, ha nem nézel, akkor kicsit kimehetek a területünkről, mert nagyon-nagyon szűkös ez nekem. Hát ha te sem nézel ide, akkor jó. Jó van akkor. És megnézzük, ha melyik forog jó irányba, és melyik rossz irányba. Na ez itt már rossz irányba forog. Sőt, nincs is jól bekötve, ezt nem ide kell bekötni. Ezt nem így. Na mi van? Szökik a kocsim! Hallod, én megyek a kocsim, mi van? Jó, itt is rossz helyre kötöttem be, jó van. Egy csomó rossz helyre be volt kötve. Figyelj, most két lehetőség van. A-val meg D-vel kanyarodok, V-vel, nem V-vel meg S-sel megyek előre-hátra. Megcsináljam, mert szerinted VHD-sre fontos, mert ha igen, akkor teszek bele egy VHD konvertert, ha nem, akkor meg... Akkor nem meg fontos hagyom. A VHD, amely dolgok, akkor visszafele. Igen, pisztolynál egy kicsit nagyobb kihívás lett volna. De figyelj, most igazából nem gáz. Ez azért érdekes, mert látjátok, szabadok a csapágykerekek, és úgy megy előre. Szabadok a csapágykerekek. És át is ment a falon. Hát, amit nem érdekel ez a VHD, annyira nem fontos. Anélkül is simán meg lehet csinálni. Igen, tehát hogy most... Nem hiszem, hogyha valaki megkérdezi a pályaművemet, hogy mit alkottam, akkor azt mondom, hogy hát az a kocsi, ez az elég menő lett, de VHD-s nem.
Nem, ennek semmi értelme nem volt ennek a mondatnak. Na mindig. Ímore! Na mi történt? Ezt, várjál, ezt te csináltad? Mit? Ott se vagyok. Mi? Várj, nagyon befostam akkor! Mi történt? Mi szerintem a ne! Ez mi? Várjál! Démonok! Démonok! Hello! Mit csináltál ide? Miért húztál fel ide egy ekkora kockát? Mi történt? Figyelj, én nem tudtam ide felhúzni egy ekkora házat hirtelen ennyiben. Nem tudom, hogy... Hogy feltételezheted ezt rólam? De ez prank volt? Ez mi volt? Ez egy mini prank volt, igen. Imore! Ahogy ezt ügyed, hogy nem kapod vissza. Mi, ez csak egy mini prank volt? Hát, tudom, hogy visszakapod. Nem baj, vissza akarom kapni, mert nekem még van egy csomó jó kis fegyver a tarsajomban. Buhahahaha. De ez vicces volt, vald be. Ja, jó volt, szétadtam. Nyilván, hogy egy cabrió lesz amúgy. Nem mondom. Azt még nem is építettem szerintem. Én ezért akarok most építeni majd olyan cabrió, aminek így vágódik, tehát a félig ja. Transformers, tehát hogy tudod, így lenyílik a igen. hátulja. Nem olyan extra, csak egy ilyen. Próbáld meg. Nehéz? Hát nem ez egyszerű dolgod, azt előre megmondom. És te mivel tervezel majd prankelni? Mert mindig csak mondod, hogy na majd egyszer, de mi lesz az? Ez egy prank lesz, szóval nem mondom meg, hát miért mondanám meg? Nem jött be. Igazából az őszintet meg valahol nem volt sötét, csak nagyon-nagyon furcsáltam, hogy ez miért került ide. Mert ilyen nem szokott, mert multiplayer bug oké, de hát azért nem. De ilyen nem szokott lenni. Semmiből előkerül egy vastömb. Hogy azt hogyan raktam oda? Hogyan szállt föléd? Hogyan szállt pont oda le? Meg én pont akkor lifteztem, pont akkor lifteztem. Szóval arra gondoltam így egyből, hogy tudja valamit elcsíptem. Igen, és megjelenik egy ilyen. Tiért milyen színű lesz, ilyen piros? Hát jó kérdés. Még nem tudom. És így elkezdsz színezni te is pirosan, és így és akkor jó váltsuk gyorsan kékre. Hát nem lesz annyira szép. De azért igyekeztem. Csak hogy ne legyen annyira csúnya. Az a lényeg. Hogy te vagyon a bélyeg. Tudnád mennyi ideje forraltam már ezt az ötletet ellened amúgy. Tényleg? Aha. Jó sokat gondolkodtál akkor rajta. Tudod, hogy miért jöttem késő? Mert ezt az egészet fölállítottam. Ne, kajak! Aha. LOL. Te hallod? Nem. Én most egy teljesen új korszakba léptem a veled való videózásba. Nem tudom, most nagyon élem, mert mindig szeretek veled videózni, de most így ilyen nagyon-nagyon jó. És így most... Ennek igazán örülök. Két dolog is meglepetésként ért. Autóhajtás nélkül aztán ez az egész. Igen, most meg maga az egész a hangulat, mert alapból jó, tehát szerintem jókat szoktunk mi videózni, de most itt tényleg nagyon, és így most ezt így évekig tudnám tolni komolyan. Nagyon, akkor nagyon toljuk nagyon. Évekig, úgyis van itt ők, nem? Ennyimet nem fogom indítani szépségversenyre. De működik. És furcsán néz ki. Az enyém most egy angol autó lesz, mert véletlenül rossz helyre raktam a vezetőülést. Angol autó úgy sincsen. Az csak a izének van a Q-nak, de annak csak angol autója van amúgy. Na várj, én átmegyek egy saját világba és megnézem, hogy ott hogyan működik, mert lehet, hogy csak a multiplayer bug miatt ilyen. Ha nem, akkor meg nem tudom miért, de nagyon remélem, hogy nem. Az baj, hogy nekem is más kéne, nem bírja el. Adjak erősebb krumpli ágyút. Mi van? Tudok adni, igen. Hoppá. A repülőd az teljesen jó volt, meg ezek. Ez az? Igen, és azt hegezd rá, hogy a hátuljára, hogy hátrafele nézzenek, és sokat. 2-3-4-et. Jó, és melyiket hova kötöm? Hát most ez se lesz olyan jó kinézetből. Ez sehogy nem lett jó. Hát szerinted az enyém jó lesz? Na, bekötöttem. Ja, lefagyott? Aha. Az idő meg lejárt. Na, szétadom. Hol akkor Balukka felhúzott az elválasztó falat? Sőt, akkor felhúzom én. Hát 20 fel, én beragadtam. Ímore, hát ez nagyon fullos lett. Hallod, hogy a tiéd az kívülről, az nagyon fullos. Köszönöm, szerintem nagyon nem jó. Wow. Szerintem nagyon gagy, de... Bocs, hagyj nyúljak már bele, léci. Ez mi? Ne! Ez nagyon fullos, én ezt lopni fogom, ez rohadt. Ez egy tábla. Az enyém, az nagyon off, tehát tökre kigondoltam, hogy hogy lesz, már megvolt minden. Aztán ahogy szépen elkezdett nehezedni, már hozok az autónak a súlya. Jó, okés. Pedig kinézetről a tiad is amúgy tök jó szerintem. Hát, most, srácok, ez most mintha meg se történt volna. Az. Ja, az exit.
Az exit. Az, na jó, rájöttem. És ha fejére van festve, akkor ilyen lesz. Ezt nem tudtam. Hát ez nagyon jó, nem tudtam. Hát miért nem tudtam én ezt? Figyelj, ezt már ismertem elég régóta. Ez az autó, ez brutális. Na nézzük, és a kettes megnyom, és akkor? Az a rádió volt. Jaj! VOSD. Hát ez nagyon fullos. És úgy működik, nem tudom, hogy nézők között már vannak egy páran, akik ismerik ezt a fajta kanyarodási technikát, hogy csapádgyal, nem csapádgyal, hanem csapádgyal és felfüggesztéssel kanyarodni. Most azon gondolkozom, hogy miért ne lehetnek folyamatosan kanyarodni, értitek, idézőjesen a kerékkel, ergo gurulni. Innen jött az ötlet. És van egy ilyen meghajtás is bizony a játékban. És nem a rotation editorra forgatod meg a csapágyat? Egy kontrollerrel. Egy darabig elforgatja, ja, és akkor elkezd beindulni. A végtelenség forogni fog. Ameddig eset nem nyomsz. Hát hallod? Erre most büszke lehetsz, apám. Hát az ami nagyon-nagyon jó. Hát nem vagyok nagyon büszke rá. Sőt. Miért? Nekem nem mert tetszik. Nekem, komolyan mondom, ezzel most nem tudok egyet érteni. Az eddig építményét során ez úgy kimagaslóan. Ott van. Figyelj, az enyémet nem kell megnézni, jó? Tehát de az úgy van. Ne szerénykedjél, már megnézzük. De nem, ez nagyon rossz lett, ez nagyon rossz. Patganos, ahogy látom. Tesó, tudom miért laggolunk? Azért, mert nagyon-nagyon-nagyon nem praktikus azt csinálni, hogy blokk elé tenni a Spadgen, mi? Egy olyan blokk elé, ami kontrollerhez van hozzákötve, és így le van ferdítve. Ezért fontos, hogy csapkodni hát fogja várjál, a kontrolleres hát ez dolgot. Nem probléma. A másik probléma, hogy messze menőkig sokkal többet tettél bele, mint amennyit kellett volna. Hát igen, nem bírtam ki. Meg a kerekeim elfordulnak. Jó, hogy nem is kanyarodik az autód egyáltalán, mert szabadok a csapágyak. Ezt miért nem kötötted be? Nincs bekötve. Nincsen bekötve. Mi a kígyó? De legalább megy, mint az állat. Legalább kitaláltál egy működés, vagyis egy hajtást. Hát srácok, én erre most nem vagyok büszke. Köbb videóban viszont új oda csapok Zondának, hogy íhaj csúhaj. Már most lefogyott a játékom. És én is megoldottam ezzel az érdekes mechanikával, amit szerintem én nem ismertetek nézők, úgyhogy most már tudjátok. Bár nem praktikus, de ha nem akartok motort használni, mert környezetkímélők vagytok, akkor akár használhatok ilyet is. Ó, mekkora reklámszöveg! Reklám. Vigyázzatok a környezetre, és ne szemeteljetek. Balukának egyébként a csatornáját megtaláljátok a leírásban, és akkor köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Hello!